Tudom, hogy sokaknak ismerős már Nyíregyházán az átutazók célja és filozófiája. Zenész, színész, képzőművész, kiki a maga eszközével igyekszik megfogalmazni, hogy mi dolgunk a világon, hogyan próbáljunk jól élni ebben az átmeneti állapotban, a Föld nevű váróteremben. A helyszín a 2002-es megalakulás óta állandó, de más a motto és a cím. Idén a bennünk lévő, a fejünkben lötyögő káposztalére utalnak. Az a kérdés, irányítom-e az életemet? A spirituális gondolkodás paradigmája, hogy vegyem kezembe a sorsomat, fogalmaz az egyesület elnöke. Hamar elmúlik, és ugye a távozókat, ha megkérdezik, mindig azt mondják, hogy ó, hát elszalasztottam ezt a pillanatot, ezt nem így csináltam, pedig így kellett volna, és ezt nagyon tisztán úgy tudnám kifejezni, hogy ha az ember a szeretet vonalán indul el, azt, amit így igazán szeretne csinálni, akkor nem szalaszt el semmit, hanem azt csinálja, amit kell neki, és akkor teljes az élete. A világon többféle irány van, minden változik. Mindenkinek a maga szabadsága, hogy merre tart. A mi szabadságunk a művészetünk a tisztánlátás, vélik az átutazók. Boros Betti mandala készítő a 7-es szám bűveletében alkotott a kiállításra. Arra utalnak művei, hogy bizony hosszabb utat kell megtenni az embernek, hogy megismerje önmagát, letegye rossz szokásait. Eszközt is kínál ő a célhoz. A lecsendesedés az egyik válaszom erre, a másik pedig, hogy mindaz, ami egy kicsit visszatekinteni az életünk évtizedeire, és egy kicsit levonni azokat a következtetéseket, meg tanúságokat, mert mindaz, amit még nem jól csinálunk, azok ismétlődnek, ismétlődő körök az életünkbe, és hogyha ezeket megérezzük és meglátjuk, akkor már pillanatok alatt megtörténik a változás. Ha az ember a szeretet vonalán indul el, nem szalaszt el semmit, teljes életet él. Sőt, az sem mindegy, hogyan állunk a dolgokhoz. A flow élményről van szó, ez a folyékonyság állapota. Fütyörészve zsebre dugott kézzel érdemes élni a világban. Ahogy hallom, mindenki a szívét hozta ide. Nyíregyházáról elszármazott budapesti és debreceni alkotók munkája teszi teljessé a 16 művész kiállítását, mely 2019. január 3-áig lesz nyitva a Móricz Zsigmond könyvtárban.